Istennek engedelmeskedve. A kérdés az, hogy embereknek akarok-e tetszeni, vagy Istennek? Vagy talán azt hiszitek, hogy az embereknek igyekszem kedveskedni? Ha még mindig emberek tetszését keresném, nem lennék Krisztus szolgája. Galata 1:10. Ma lezárunk egy esztendőt, és holnap reggel, ha Isten éltett, egy új évet kezdünk ki volt az Úr az életünkben ebben az évben? A pénz, a munka, a gyerekek, a ranglétán való feljebb mászás, a feleségünk, a férjünk, esetleg egy harmadik? Kinek akarunk megfelelni? Mertünk-e nemet mondani a nem teljesen egyenes útra? Mertünk-e vállalni tetteink következményeit? Mertünk-e igazak, becsületesek maradni minden körülmény között? mertük-e vállalni kereszténységünket, vagy inkább az emberek tetszését kerestük? Vigyázott! Ez síkos talaj. Egyik héten hozsanna, másik héten feszíts meg! Január 1 új életet szeretnének kezdeni, leszokni a dohányzásról, e naptól kezdve rendszeresen sportolni, és még sorolhatnám. Határozd el, hogy az új évet Krisztus szolgájaként szeretnéd elkezdeni és megélni. Kérd Isten segítségét, hogy mindenben az ő jóváhagyásával indulj el, hogy ne zavarjon, mit mondanak az emberek, hogy mert vállalni ki az Úr az életedben. Ha emberek tetszését keresed, az ő rabszolgájukká válsz. Ha Istenét, akkor az ő szolgája leszel. Te melyik szolgaságot választod? én a világ mindenség hatalmas urának szolgája szeretnék lenni aki időközben örökbe fogadott téged is vár